2023-ban is megrendezték Kistarcsán a Fenyves-ligeti napot. A sportpályán és a sportcsarnok előtti téren június 10-én valósult meg 13. alkalommal a városrész hagyományos nyári, családi és sportnapja, melyet ezúttal is a Fenyves-liget egyesület szervezett. A közösségi program foci bajnoksággal és a hozzátartozó díjátadóval kezdődött. A 10. Szabó Bertalan emlékkupán amatőr csapatok, baráti társaságok vettek részt. A nap folyamán gyermekjóga bemutató, darts, falmászás, minigolf, buborékfoci, óriás társas játékpark, valamint tombola is várta a családokat. A Fenyves-liget egyesület ebéddel is készült, ezúttal paprikás krumplival és rétessel kínálták a rendezvény résztvevőit. Természetesen a sörívó verseny idén sem maradhatott el. Alapvetően maga a rendezvény elsősorban a tagjaink számára készül, de természetesen bárki részt vehet és itt megjelenhet, nincs belépője magának a rendezvénynek. A tagok számára a rendezvényen az étel-ital az ingyenes, a nem tagok számára ezért fizetni kell, de maga a részvétel az teljesen ingyenes. A sörívó versenynél nincs nevezési díj, általában egy olyan 10-15 fő szokott jelentkezni, és ami a lényege, hogy mindig másféleképpen kell a sört elfogyasztani. Volt, amikor pohárból itták, korsóból, üvegből, tányérból, kanállal, pohárból, szívószállal. Az idei évben pedig az lesz a különlegessége, hogy egy pohár sört kell elfogyasztani úgy, hogy egy segítő fecskendőből fogja majd a szánkba adagolni a sört, és így kell elfogyasztani. A Fenyves-liget egyesület legfőbb célja az élhető lakóközösség létrehozása és fenntartása. Ehhez járulnak hozzá közösségi programjaik is. Fontos tudni, hogy Kistarcsán belül a Fenyves-liget területén az itt élők alapvetően nem kistarcsai születésűek, hanem az ország különböző pontjairól jöttek ide. Alapvetően a családjaik messze vannak tőlük, és akkor magunkra számíthatunk, egymásra számíthatunk, és azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy itt valamiféle csapatot kovácsoljunk, valamiféle családi kapcsolatok alakuljanak ki a szomszédok között is, mert egymásra számíthatunk csak, és erre nagyon jó lehetőségek a különböző programok, amiket szervezünk, megismerjük egymást, egymás problémáit, és ahogy megismerjük egymást, tudunk egymásnak segíteni, és ezért nagyon fontosak ezek a rendezvények. Alapvetően itt nincs korhatár, nincs semmilyen elvárás, bárki jelentkezhet a tagként az egyesületbe, vannak fiatalabbak, idősebbek, és nagyon sok gyermek is született szerencsére itt a Fenyves-liget területén, akik részt vesznek a programjainkon. A Fenyves-liget egyesület igyekszik előre lendíteni a városrész fejlesztéseit, úgy, mint az úthálózat, vízelvezetés és járdák építése, korszerűsítése. Céljuk még a közbiztonság növelése és a helyi sportélet fejlődésének elősegítése. A egyesületünk bevételi forrásait, ha tekintjük, akkor az egyik legnagyobb forrás az a tagdíj bevételünk, illetve a tagok 1%-os felajánlása. Ezen felül pedig az önkormányzat minden évben támogatja az egyesületünket különböző pénzeszközökkel, illetve megkerestük a helyi vállalkozókat, és a vállalkozók is támogatnak bennünket anyagi, illetve nem anyagi támogatás formájában. Juhász István Kistarcsa polgármestere szinte minden alkalommal részt vesz a Fenyves-liget egyesület rendezvényein. A családi és sportnapot fontos kapcsolattartási lehetőségnek tekinti, melyen hasznos eszmecserék alakulhatnak ki a lakókkal. Nagyon örülünk annak az önkormányzat részéről, mert hát én magam is, hogy a Fenyves-liget annó létrejött és ilyen jól működik, mert hát egy polgármesternek úgy egyszerűbb a dolga, hogyha van egy speciális lakóövezet, egy új lakókörnyék, ahol van egy olyan érdekszervezet, akivel le tudunk ülni, és tudunk tárgyalni, tudunk egyeztetni, és rajtuk keresztül nagyon sok lakót tudunk elérni. Tehát például a kokáért most ugye a Éltex bővülésével kapcsolatban is felmerültek kérdések, és akkor nagyon jó volt az, hogy jött a Fenyves-liget egyesületnek a vezetése, együtt bejártuk az Éltexet, megmutatott nekik a cég minden,
mindent, feltették a kérdéseiket, majd ők el tudták mondani a szomszédoknak, a Fenyvesligetben lakóknak, hogy akkor mi a helyzet, mit láttak. Tehát azért ez, úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség nekünk is az önkormányzat részéről, és próbálunk mi is viszont segíteni nekik abban, hogy támogatjuk a működésüket, támogatjuk a rendezvényeiket, meg ezt szeretünk is eljönni, mert mindig nagyon jó a hangulat, nagyon jó programok vannak, úgyhogy még egyszer köszönöm a meghívást nekik. Zsiák Péter Kistarcsa alpolgármestere, a Fenyvesliget városrész önkormányzati képviselője. A Fenyvesliget Egyesület rendezvényein leginkább a lakókkal való kapcsolattartásra és az új beköltözők megismerésére koncentrál. Mindig egy ilyen baráti, családi, nagyon kellemes kis rendezvény, ahol az ember mindig szívesen jön, és sok baráti beszélgetés zajlik, és azért is nagyon hálásak vagyunk ezért, mert itt közvetlenül a lakókkal ebben a környezetben tudunk beszélgetni, akár problémáikról is, és így tudunk előrelépni a körzeti dolgokban. Fontos dolog az, hogy itt a közösség alakul ki, ugye itt beköltözőkről beszélünk, abszolút pozitív értelmében a lakókról, ez egy új településrész, és nagyon erős kapcsolatok alakulnak ki a családok, gyerekek közt, és itt a 10 plusz évről, amiről beszélgetünk, konkrétan ők teljesen részei lettek már a településnek, tehát nem csak van ez a rendezvényük, ami egy idézőjelben saját rendezvényük, de ők ugyanúgy részt vesznek a városi rendezvényeken, tehát ők teljesen beépültek itt a városi közösségbe, tehát igen, és a gyerekek meg évről-évről nőnek, és köszönnek előre, és sokszor gondolkozom, hogy éppen kinek a gyermeke köszönt rám. Természetesen leggyakrabban a város részben megvalósítandó új tervekről esik szó, mint például az iparterület rendezése. Folyamatos feladatok vannak, jó pár utcánk van még, ami nincsen leaszfaltozva, vízelvezetéses kérdéseink is vannak, de az egyik nagyon nagy előrelépés, nagyon fontos, hogy itt a körzethatárában található iparterületnél komoly rendeződés kezdődött el, új tulajdonosok vannak, és egy teljesen új hozzáállást tapasztalunk, ami nagyon jó kedvet hoz, egy elhagyatott terület rendeződik új gazdával, új szemlélettel, és persze hát szeretnénk kutyafuttatót csinálni, nincs elvetve az iskola építésem, ami ugye érinteni szintén a Fenyvesligetet, ráadásul a Fenyves erdővel is terveink lennének, ezeket az ügyeket mind görgetjük, forgatjuk, és bízunk benne, hogy rövid időn belül kézzelfogható dolgokat tudunk felmutatni ezekkel kapcsolatban is. Az élhető lakóközösség létrehozásához és fenntartásához nagyban hozzájárultak eddig is a közösségi programok, ezért ezeket várhatóan a jövőben is meg fogja szervezni a Kistarcsai Fenyvesliget Egyesület.